Sziasztok, mindenkit üdvözlök a csatornán! Az elmúlt hetekben láthattátok, hogy nagyon sokféle embert megszólítottam, megkerestem az interjúk miatt. Most egy újabb szekciót indítok el, a Bécsben lokálokat, gasztrohelyeket, bárokat üzemeltető személyeket próbálom utolérni. Ebben a sorozatban Krotos Szilvi lesz az első. Én őt régebb óta ismerem, együtt is dolgozunk, mert náluk szervezzük a Világjáró Klubja Bécs előadásait. Sajnos ez most pihen. Remélem, Szilvi jól ki tudta használni ezt a kényszerpihenőt, de erről meséljen ő. Kezdjünk! Szia, Szilvi! Üdvözöllek a műsorban! Szia, sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! A No Limit Bárnak vagy a vezetője. Sajnos 2 hónapig zárva kellett lennetek, de most május 15-én megnyitottatok. Az elmúlt 60 napot te hogy élted meg, mit tudtatok a háttérben csinálni, amíg zárva voltatok? Először is elég rosszul érintett a dolog, ugye, mert az egyetlen kereseti forrásom volt, mondjuk azt ugye az egész és az is, úgyhogy hát nem érintett túl jól a dolog. Hát a háttérben ugye nagyon sok dolgot, amire addig nem volt idő, legalább annyiból jó volt el lehetett végezni a rengeteg könyvelés és papírmunkán, legalább ugye, ami fölhalmozódott, abból nagyon sokat sikerült lejjebb vinni. A helyen sajnos idő az meg lett volna rá, viszont a helyzet miatt a pénz az nem volt meg, tehát szerettem volna felújítani és a többi átalakítani, de sajnos nem, úgyhogy inkább csak takarítgatni, és egy-két dolgot, amit sikerült, azt azért változtatni sikerült rajta, de a pénz miatt ugye sajnos nem. Idő az lett volna, de pénz nem, tehát ennyi a háttérmunkák, ennyi, hogy ugye nagyon sok papírmunkát az sikerült elintézni. Plusz ugye hát most megpróbálok egy teraszt szerezni a hely elé, mert ez nagyon fontos, ezt már tavaly is szerettem volna, mert nyári szezonban ez nekem nagyon fontos, mert kevesebb a vendég, meg amúgy is ugye a nem dohányzás, stb., tehát ezek így mind egy terasz, ez nagyon jól jönne, úgyhogy azt próbáljuk szintén elintézni, tehát ezekkel tudtam foglalkozni ebben az időben. Ez a terasz nagyon jó ötlet, remélem nem olyan nehéz ezt kivitelezni. Most hol tartasz? Meg fogod kapni az engedélyeket? Elviekben attól függ, tehát nem nehéz, ha minden igaz, csak sajnos a bár előtt van ez a pakolási terület, ez a ládetétikai tábla, tehát ez egy kicsit nehezít a dolgom, de meglátjuk, tehát most lesz beadva, tehát nagyon sok minden kell hozzá, tervrajz, küldened kell fotókat, stb., vagy bármilyen prospektusból, vagy bármiből, ugye, hogy milyen székeket, asztalokat, napernyőt, stb. Szeretnél, milyen padló, milyen kerítés körülötte, stb., milyen növénye, tehát mindenről nekik egy úgymond dokumentációt el kell előre küldeni, hogy miket tervezel oda. Tehát ennyit, és ugye akkor neked kell csinálni, vagy valakivel csináltatni, de elfogadják azt is, ha te csinálsz úgymond egy tervrajzot az egészről, lerajzolod, hogy mekkora, le kell mérni mindent pontosan, betartani ugye a szabályokat, hogy hány méter járdarésznek kell maradni, stb. Tehát azért mondom, hogy nekem az egyetlen, ami nehézségbe fog ütközni a dolog valószínűleg az ez, hogy ugye ez a ládetétikkájt tábla, ez a pakolási terület, ugye ott van pont, ahova a teraszt tudnám csinálni. Úgyhogy hát meglátjuk. Azt mondták, hogy minimálisan is 3 hét az elbírálási idő, mert ugye ilyenkor kijön a rendőrség, a magisztrát, a mindenki ugye ezeket felmérik, megnézik, hogy lehetséges-e megcsinálni ezt. Úgyhogy meglátjuk. Hát nagyon remélem, hogy most ugye a helyzetre való tekintettel ugye egyszerűbb megkapni talán, mert nagyon sok helynek most olvastam, hogy ez az egyetlen lehetősége, hogy túlélje ezt az egész krízist, úgymond. Ott a 13. kerületben hogy látod a többi hely, mondhatni a konkurencia, hogy nyitott ki, ők a terasszal már próbálkoznak, mint látod ezt a helyzetet ott nálatok? A konkurencia, mivel hogy ugye ők már sokkal régebb óta vannak, mint én, ugye több éve léteznek ezek a helyek, nekik mindig is volt teraszuk, tehát ők nagyon szerencsés helyen vannak, mind a ketten egy sarki étterem, meg egy sarki kocsma, tehát nekik könnyű, mert a járda részen, vagy hát jobban, vagy ilyen saját részük van, nem is a járdán, hanem egy saját részük van, ahol teraszuk van, tehát nekik ez valamennyivel egyszerűbb volt. De viszont ugye hát ez teljesen egyértelmű, és látja az ember, hogy nekik is nincs túl nagy forgalmuk, sajnos nekik sem látom. Viszont az a forgalom is, ami van, az ugye mind kint ül a teraszon, amikor ugye persze jó idő van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ugye, mert persze logikus az ember a 20x fokba kint szeretne ülni a napon, vagy legalábbis a friss levegőn, mint hogy bennüljön valahol.
A WKO-tól és más szervezetektől kaptál információt, bármilyen segítséget, hogy ezt a helyzetet túléld, megold? A Wirtschaftskammertől minden nap vagy naponta többször is kaptunk egy ilyen update e-mailt, amiben ugye folyamatosan küldték az információkat, amit ugye hát más is lát végül is az interneten, de ugye mi első kézből kaptuk ezáltal, úgyhogy ezeket nap mint nap kaptuk. Segítségnek mondható, tehát olyan szempontból, hogy információ, tehát ezt kaptuk, amúgy más nagyon nem. Tehát, hogyha ugye a pénz részére térünk, ugye, amit mindenki, ugye nagyon sok cég mondta, hogy de hát fizessél nekünk, mert te kapod ugye a segítséget az államtól, és stb., amit ugye a tévében és mindenhol máshol hallottak az emberek. Hát ez nem teljesen így volt, mert én például mondjuk nem én vagyok az egyetlen, de azon csoportba tartoztam, akik minden segítségből kiestek. Tehát ugye volt ez az első Bécs, tehát az első, ez a nem tudom milyen font volt, ugye azt kimondottam Bécs városa kapta, azt csak ott adták, nem egész Ausztriában. Abból ugye kapásból kiestem, mert minimum 2 éve kellett lenni magánvállalkozónak. Nekem ugye június 16-án lesz meg ugye a 2 éves dolog, akkor leszek 2 éve magánvállalkozó. Tehát ebből kapásból kiestem, ez a, azt hiszem, nem is tudom, hogy 1000 euró gyors segítségről volt ott szó. Aztán ugye jött ez a Hertefálfon, ott mondták, hogy teljesen biztos, hogy abból kapunk. Szintén nem sikerült, mert mivel, hogy én 1 éve kezdtem a vállalkozást, még mínuszban volt a dolog, és csak azt kapta. Először úgy volt, hogy minimálisan is 6000 eurós éves a tiszta hasznodnak kellett lenni, mondjuk így. És ugye hát utána ez is már nagyon sok embernek nem volt jó, mert ugye kevesebb volt, stb. Akkor utána kitalálták, hogy jó, akkor nem kell 6000-nek lenni, de viszont pluszosnak kell lenned, ugye ez megint nem segített rajtam. És én már ott tartottam, én írtam a Wirtschaftskammernek, írtam egy e-mailt, hogy elnézést, de sajnos én ebből kiestem, abból kiestem, tehát semmit nem kapok, viszont mindent fizetnem kell továbbra is. Felhívott egy hölgy, nagyon kedves, aranyos volt, mondta, hogy várja meg ezt a Hertefálfonnak a második fázéját, ugye a második részét, abból biztos, hogy kapni fogok. Na hát ugye ott ugyanúgy jött ez, hogy még mindig nem, tehát ő úgy gondolt, hogy ebből biztos kapni fogok, nem. És akkor a végén szerintem, mivel nem én voltam az egyetlen, és nagyon sokan reklamáltak, ezért végre azt mondták, hogy jó, mindenki kap pénzt, aki mínuszban van, aki pluszban van, teljesen mindegy, és így hát ugye nem egy túl nagy összeg, mondjuk ezt 500 eurót kapok most, adtam be pont a másodikat, tehát elvileg kapom ezt az 500 eurót 3 hónapig, ami hát ha ugye azt veszük, akkor a lakbéremre nem elég, de legalább valami, mondjuk ezt, hogy egy minimális segítség. És még az egyetlen, amit kapni fogok, ha minden igaz, ugye az mindenkinek jár, ez a Fix Kosten Zuschuss nevezetű dolog, ez pedig a bérleti díjad, villany, tehát amik a fix költségeid, ennek a 75%-át elvileg, de majd csak jövő évben, tehát ezt majd jövő év, január, február valamikor kaphatjuk vissza, tehát ez is egy segítség, ennyi körülbelül. Most, hogy megnyitottatok, valami nyitási akcióval próbálkoztatok, vannak a fejedben valamilyen rendezvényötletek, programok, akciók, amivel próbálod a volt vendégeidet és új vendégeket elérni? Ugye most, mivel hogy az ember örül, hogy végre egyáltalán nyitva van, és ugye próbálja, ugye nagyon sok helyen például, ugye láttuk, ugye rakják föl sorba a Facebookon is például, hogy felszámolnak korona, milyen plusz higiénia és egyéb hülyeségeket, ugye a számlán rajta áll, hogy felszámolnak nagyon sok helyen, korona, nem tudom, minek hívják, tehát korona adót, vagy nem tudom, hogy van ott, tehát sokan még ezt is csinálják, ugye rengetegen azt is írták, hogy 75%-ig felvihetik az áraikat is akár, amit sokan meg is tesznek, ugye. Tehát azért mondom, hogy én nem viszem fel az árakat, nálam mindig is volt akció, meg ugye hát most is van, de ugye minimálisabb mennyiségben, mert ugye pont ezért, mert sajnos nekem is most egyelőre egy kicsit jobban kellene keresnem, hogy helyreálljon a dolog. De egyébként a vendégek is, amikor ott voltak nyitáskor is, mindenki mondta, meg láttam is, ugye rengeteg borravalót adtak, tehát ugye ők is ugye úgy voltak, hogy próbálnak segíteni, amit tudnak, ha bár gondolom ott is sokan vannak, aki munkanélkül maradt, stb., vagy ugye hát nem megy olyan jól, de próbáltak azért valamilyen módon segíteni. Úgyhogy vannak akciók, ugye most is raktam ki, tehát múlt héten is volt hétvégén akcióm, tehát nálam folyamatosan szokott akció lenni, annyi, hogy most nem annyira, mint előtte, vagy nem olyan mértékben van az az akció, csak minimálisabb, de általában mindig van akció. Rendezvényeket jelenlegi helyzet miatt ugye megint még nem egyszerű, úgyhogy most mi június 6-ára
próbálunk egy ilyen kisebb bulit csinálni, de ugye megpróbáljuk a körülmények között, tehát ahány ülőhelyen van, csak annyi embert beengedni. Ugye hát, ha most az embereknek járnak táncolni, majd hát föl kell venni a maszkot valószínűleg, de azon kívül ugye hát most nem lőhetek senkit agyon, hogyha táncolni fog. Tehát ennyi, hogy végül is bulinak van hirdetve, de ugye ez még egy kicsit ilyen tini diszkó, mert hát ugye 11-kor be kell zárni, ugye azt hozzáteszem mellékesen. Úgyhogy ennyi, ugye ezzel próbáljuk, hogy ahány ülőhely, körülbelül egy olyan 50 ülőhelyen van, 50-en be tudnak jönni bulizni. Ezért is kérjük, hogy aki tud az előre a jegyet, ugye vegye meg, foglalja, mert ugye hát, hogyha oda jön és nem tudjuk beengedni, akkor ez van. Vagy ugye várnia kell, amíg valaki kijön. Még szervezünk most egy ilyen piknik, ugye az nem a helynek, ugye ez kintre, ez két srác szervezi. Ugye én is benne vagyok a szervezésben, ez ugye kinti, mert hogy nyár van, tehát egy ilyen pikniket szerveznek ők, ugyanazon a napon június 6-a mind a kettő. Úgyhogy ezt mind a Facebookon, Instagramon, stb. Meg lehet találni. Úgyhogy ezt próbáljuk, tehát így szépen lassan azért próbálkozunk, ugye reméljük veled is, hamarosan tudjuk ugye a világjáró klubot is folytatni valamilyen úton, módon, tehát azért mondom, hogy többen vannak, akik szeretnének, de mindenki azt mondja, hogy ugye ilyen június közepéig azért várnak ezzel, meglátjuk, hogy lesz, tehát több emberem is pont ugye a zárás előtt, a korona előtt nagyon sokan kerestek meg ilyen dolgokkal, hogy szeretne ugyanúgy orvosos rendezvényeket, más ilyen, inkább csajos dolgokat, ilyen illóolajos, tehát ilyen többféle dologról volt szó, csak pont a korona közben jött. Sajnos rengeteg szülinapot és egyéb más mindent le kellett mondani ugye erre az időre, tehát azért mondom, hogy próbáljuk így szépen lassan ezt így felépíteni, és reméljük, hogy visszatérünk a régi kerékvágásba, de hát sajnos ez megint idő, és igen. Tehát végülis egy olyan, mintha most újra kezdeném az egészet. Tehát egy év után most nem tudom, újra nyitottam volna a helyet, és így újból fel kell építeni. A kerületben, a kerületi újságban, a környéken lakókkal próbálsz esetleg valamit kommunikálni, vagy a környéken lakók fele próbálsz valamit kommunikálni, őket jobban megszólítani, hogy hello, itt vagyok, gyertek, ismerjetek meg, nem tudom, a törzs vendégeid honnan vannak? Törzs vendégeim vegyes, tehát vannak a kerületből is, ugye hát a magyar részleg az persze mindenhonnan, mert ők ugye eleve azért gyűlnek ott össze, hogy magyarokkal találkozzanak, tehát ők a 10. kerülettől, a 22-től a mindenhonnan jönnek, ugye vegyes. Akik ugye a kerületben laknak, ugye, és jönnek hozzám, azok inkább ugye az osztrákok, mert ugye hát aki a környéken lakik. Megszólítani őket nagyon nehéz, tehát ugye a helyen nekem ezért is volt mindig úgymond problémám, tehát nem egyszerű, mert egy kicsit el van dugva, nagyon kicsit el van dugva. Annyi, hogy most ugye kintre raktam, van két szép növényem kint, meg ugye tábla, meg fény, meg már minden van, tehát ez a már tényleg csak egy nyilat kell rajzolni a földre, hogy gyere már be. De hál' Istennek még most is vannak új, tehát most a múlt héten is ugye a merekete vagyok nyitva, tehát voltak új vendégek és oda találtak. Nem egyszerű megszólítani az ottani részt, mert a 13. kerület egy kicsit nagyon zárt. Tehát egy nagyon zárt közösség, egy kicsit olyan, mint egy falu, mondjuk ezt. Ugye a városban egy falu. Nem egyszerű őket megszólítani. A helyi újságnál próbálkoztam, ugye van ez a Mein Hitzing nevezetű oldal, meg Facebook oldal. Nem nagyon szeretnének. Tehát kicsit sajnos ők olyanok is, hogy ez az osztrák. Tehát inkább az osztrákok felé hajlunk mondjuk ezt, hogy nem szeretik annyira úgymond a külföldieket, tehát nem egyszerű őket megfogni. Úgyhogy én többször írtam nekik az Instagramon is, Facebookon is, és semmi reakció, hogy sziasztok, látom, hogy más éttermeket is reklámoztok, vagy bárokat, hogy lehet ez, hogyha akár ugye fizetős reklám, mindegy, csak hogy egy információt legalább adjanak arról, hogy működik, és sajnos semmi kommunikáció. Úgyhogy hát maradt az, hogy szorolap, stb. Tehát a szokásos. Nyára vannak esetleg valamilyen kültéri programterveitek még? Kültéren gondolkoztok, vagy beltérben is lehet, hogy lesznek filmnézések, régebbi meccsnézések, valami hasonló programok esetleg? Kinti program, ugye, amit ezt említettem, ez a piknik, amit a srácok szerveznek. Jó mondva, hát szervezünk együtt, de inkább ez az ő programjuk. Tehát, hogy ugye ez a piknik, ez egy sorozat, egy piknik sorozat. Elvileg hetente szeretnék heti rendszerességgel ezt csinálni. Minden héten más témával, ugye most az első ez a cheesy lover, tehát egy ilyen sajt, inkább a sajtokra épülő piknik. Ha minden igaz, a következő lesz egy édességes, tehát ilyen édesség, akkor lesz utána, most beszélgettük, ugye, mi vagy a latin vonalon is mi mozgunk, ugye gondolkoztunk egy latin piknik, latin tánc tanítással, és stb. Tehát minden héten egy másik témával fog ez
működni, ugye ezt is ugyanez, hogy be kell indítani, ez lesz az első. Ez úgy működik, hogy a fiúk összeraknak egy nagyon szép, egy ilyen piknikkosarat minőségi áruból, tehát nem a Tesco-s 3 forintos kolbászból, lesz benne kolbász, szalonna, tőlünk a bárból ugye kapják a mi borunkat, ami nálunk kapható, tehát bor lesz benne, ezért mondom, tehát egy minőségi kosár össze lesz rakva, ezt ugye előre meg lehet venni online, és utána ez ugye meg van beszélve mindig, hogy melyik helyszínen lesz az egész, és akkor ott ugye összegyűl, igen, bocsánat, azt nem mondtam, a kosárban van ugye takaró hozzá, mindent, tehát ez a pokróc, amin ki lehet feküdni, tehát minden a piknikhez, evőeszközök, minden benne lesz, tehát ez egy olyan kosár, hogy te csak oda jössz, és jól érzed magad, és akkor ennyi, hogy ugye a jelenlegi helyzet szerint 1 méterre le lehet ücsörögni egymástól a fűben, és akkor ugye ez egy közös piknik. És ez ugye heti rendszerességgel lesz megrendezve, ez is mindig fönn van Facebookon, ugye lehet látni, hogy mikor melyik téma. A másik ugye, az benti, ugye ugyanez ez a magyar mulató nevezetet, nem mulatós, mert sokan félreértik, hogy mulatós zene mindig, nem, ezt úgy nevezték el, hogy magyar mulató, a magyar buli, ez egy magyar buli sorozat, szintén szeretnék havi rendszerességgel ezt is csinálni, és ugye ez mindig más retro buli, mulatós buli, mindig más témával indul ez is, és ugye ez is havi rendszerességgel elvileg általában hónap elejére lesz rakva, de ugye ez is szintén föl lesz Facebook, Instagram, stb. Bent ugye a szokásos, hát ugye majd én is szeretném, tehát amikor már egy kicsit fellazul ez az egész, és majd jobban tudjuk, hogy na most lehet akkor szervezni, vagy nem, akkor ugye ugyanúgy kezdjük a buli sorozatokat, ami idáig is volt, a latin bulik, a retro bulik, és a különböző témájú bulikat, mint előtte. Ugye volt ugyanis, hogy néztünk focit, ugye hát most egyelőre nagyon nincs mit nézni még, de majd ugye az is, ha beindulnak a meccsek, akkor megint lesz meccsnézés. Visszaállunk majd előbb-utóbb, ugye, ahogy voltunk a tavalyi évben, tehát ugyanezek a rendezvények sorra fognak kerülni. Tervezünk szalsza órákat is tartani heti 1 vagy 2 alkalommal, mert hál' Istennek most annyi jelentkező van egyelőre, akiket érdekel, lehetséges, hogy tartunk egy hétköznapi és egy hétvégi órát, ami párhuzamosan fog folyni. Tehát, hogyha mondjuk csütörtökön nem tudsz eljönni, akkor a szombati órára, ha eljössz, ugyanazt tanuljuk, tehát amelyikre sikerül eljönni. Meg még beszélgettük a borászommal is, akitől a boraim vannak, hogy szeretnénk borkostolókat csinálni. Azzal ugye szintén ugye a mi vendégeinknek is, de ugye ezzel talán jobban meg tudom fogni ugye a kerületben élő idősebb korosztályt is, ugye, és ezt is havi rendszerességgel szeretnénk ezt a borkostolót is csinálni, hogyha persze sikerül. Bízom benne, hogy minél hamarabb visszaáll a normalitás a hétköznapjainkba, addig is türelmet és erőt kívánok ehhez az egész nagyon speciális körülményhez. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre, és minden információt a nézők a videó alatt majd megtalálnak a helyszínről. Én is köszönöm szépen. További szép napot, Szilvi! Szia! Viszont neked is, szia és sziasztok! Nagyon nincsenek egyszerű helyzetben a vendéglátósok is. De lehet, hogy te is a kijelző a monitor másik oldalán. Ahogy Szilvit is hallhattátok, előre tekint, próbál tervezni, több mindent kipróbál, és reméljük, valamelyik majd be fog futni. Hát, ha ez a videó segít neki, hát, ha aki te ezt nézed, pont egy ilyen helyet keresel, vagy valamelyik program érdekes lehet számodra. Mára ennyi voltam, holnap érkezek egy újabb lokál tulajdonossal. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, sziasztok!